Kedves nézőink, ülést tartott csütörtökön a térségi családsegítő és gyermekjóléti társulás társulási tanácsa. Most erről számolom be önöknek. Miért volt szükség a térségi családsegítő és gyermekjóléti társulás társulási megállapodásának módosítására? 2015. július 13-án jelent meg a szociális törvény és a gyermekjóléti törvény módosítása, ami kötelezően előírja az önkormányzatok számára a korábbi feladatellátás felülvizsgálatát. Januártól teljesen új feladatként gyermekjóléti központok fenntartása kötelező lesz a járásszékhely települési önkormányzatoknak, és a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés feladatot pedig külön szakmai feladaton kötelező lesz minden települési önkormányzatnak ellátni. Mivel ezt korábban a térségi családsegítő és gyermekjóléti társulás fenntartásában lévő intézmény látta el Ajka, Halimba, Őcs, Szőc és Urkut településekre, ezért az önkormányzati döntéseket követően szükségessé vált maga a társulási intézmény felülvizsgálata is. Milyen változások történtek most? Szőc település kiválik a társulásból december 31 nappal, mivel a jogszabály neki kötelezően a közös önkormányzati hivatalhoz Nyíráthoz való tartozást és feladatellátást írja elő. Urkut település pedig fél év elteltével szándékozik kiválni a társulásból. A házi segítségnyújtás feladatra fog még fél éven keresztül a társulás kereteibe tartozni. A gyermekjóléti szolgálatot és a családsegítést ők is saját intézményükön keresztül fogják ellátni. Megmarad Ajka, Halimba és Öcs településre a közös önkormányzati hivatalnak a feladatellátási kötelezettsége, a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, illetve a januártól újként felálló gyermekjóléti központ feladatainak ellátására. Ajka tekintetében tapasztalnak-e majd változást az érintettek? Ajka tekintetében semmiféle változást nem fognak tapasztalni az érintettek, mivel ugyanaz az intézmény fogja ellátni, akik eddig is foglalkoztak családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladattal. Kicsit kibővül a tevékenységi körük, és az intézmény fenntartása Ajka város önkormányzatához kerül át. Milyen új feladatot kap az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ? A gyermekvédelmi törvény alapján előírt gyermekjóléti központ hatósági feladatait fogják ellátni, tehát főként, ahogy a neve is mutatja, hatósági intézkedések körébe tartozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatokat fognak ellátni a járás összes településére kiterjedő illetékességgel. Ez gyámügyi feladatokat takar? Igen,